A film egy Loomis Dokitól származó idézettel indul. A legsötétebb lelkek nem azok, melyek a mélység poklában léteznek, hanem azok, melyek közöttünk settenkednek. Dr. Samuel Loomis. Mit pofázol te itt? Majd egyből jön a főcím. Halloween. A feliratból megtudjuk, hogy az Illinois állambéli Haddonfieldben vagyunk, természetesen október 31-én. Hát mégsem játszódhat a történet péntek 13-án. Ezután egy bohóc maszkos gyereket látunk, aki a kis kedvencével társalog. Az anyja ez alatt már el is készítette az alapot a patkány ragúhoz. Az nagyon finom. Az nagyon ízlik. De mi ez? Gyom patkány. A faterról kiderül, hogy egy munkanélküli tirpák, de azért a mutert sem kell félteni. Na kell annyit kihabálni! Kis c***i állandóan visít! Hát ezek a szülők aztán jó hatással lehetnek a gyerekeikre. Brian, mi akkor most a hók vagyunk? Igen. A lány szól a tesójának Michaelnek, hogy az alaplé már felfort, így ha végzett a hús felkockázásával, akkor tolja le a képét a konyhába. Itt a kedves papa leveteti vele a maszkot, és elmondja, hogy ha meggyógyul a keze, akkor szana széjjel fogja verni a fejét. A következő jelenetben a suliban találjuk magunkat, ahol két mardekáros megmutatja, hogy Michael anyjának csillag alakú a melbimbója, és egy csontváz lakik a sunájában. A bunyó miatt az igazgató behivatja a srác anyját, na meg Dr. Loomis hipster alter egóját is. A Diri elmondja, hogy a srác táskájában talált egy döglött macskát, meg néhány fotót halott állatokról. Szerinted az baj, hogy egy beteg állat vagy, ha? Ez alatt Michael, aki úgy néz ki, mint a fiatal Kurt Cobain, magához veszi a maszkját és becserkészi az egyik seggfejet a klotyóból. Majd okosan először lábra, aztán pedig fejre megy. A tahó az életéért könyörög, de a fiú tartja magát a mondáshoz, miszerint... Amit ma megölhetsz, ne halaszd holnapra. Este a fater azt mondja Michaelnek, hogy állatokat ölni nem kunszt, attól miért ne érezze magát valódi gyilkosnak. Hát azt hiszem, hogy ezt a tanácsot meg fogja fogadni. A srác Halloween alkalmából el szeretne menni csokit gyűjteni, de az anyja melózik, a testvére meg inkább szexel egy maszkos fószerral. Így a szerencsétlen egyedül üldögél az útszélén, a tökével a lába között. Nem sokára hazamegy, és magához vesz némi szénhidrátot, ami igen bölcs dolog testedzés előtt. Aztán lekötelezi az apját azzal, hogy csökkenti a magas vérnyomását. Ezután a nővére pasiát kezeli le fatestápolóval. Bár azt hiszem, ez inkább fém akar lenni. Tesója szobájába érve maszkot vált, majd gondoskodik a lány megfelelő fogamzásgátlásáról. Na ezt a jelenetet elég morbidul sikerült bemutatni. Hát üdv a csatornán! A kisbabán kívül a mama is túléli az eseményeket, a riporternek meg valamiért ki van festve a szeme. Ezután ugrunk az időben. Egy kalambóra hajazó fickó elmondja, hogy a srácnak elmegyógyintézetben kell letöltenie a büntetését, és a gyámja Loomis doktor lesz. Ez az intézet egyébként annyira kemény, hogy macsete a takarító. Macsete. Az első terápiás ülésen kiderül, hogy a gyerek egyáltalán nem emlékszik arra, hogy kinyírta a családot. A második alkalommal pedig már maszkban jelenik meg. A doki szerint a maszkokkal csak el akarja rejteni magát. Hát nem mondod? Michael egyre többet viseli a maszkjait, és egyre kevesebbet beszél. Egy alkalommal a muterja látogatását követően kinyírja az ápolónőt, ami miatt a kedves mama öngyi lesz. Ezután k***va nagyot ugrunk az időben. Macsete ez alatt szemüveges lett, és a bajsza is megőszült. Michael sem volt rest, és szépen kidekorálta a szobáját. Hál' Istennek Loomis feladta a pedofil történelem tanár stílust, és átment Steve Jobsba. A doki elmondja a paciensének, hogy ez az utolsó napja az intézetben, mert hogy bestseller író lett, és már amúgy is elege van a sok ketyósból.
Este az elmegyógy alkalmazottai egy betegnőt akarnak megerőszakolni, méghozzá Michael szobájában, ami súlyos tévedésnek bizonyul. A letolt gatyás Ipse a folyosón kúszva azon gondolkozik, hogy vajon hol rontotta el az életét, de elmélkedését megzavarja a tarkójának csattanó téglafal. Hogy ne szimpatizáljunk annyira a gyilkossal, a rendező kinyiratja vele Macsete bácsit is. Az intézetből felhívják Loomist és tájékoztatják Michael szökéséről, aki ez alatt egy kamionos pihenőben elintézi Ken Foreyt a holtak hajnalából. Aztán lenyúlja a kezes lábasát. Ezután már megint október 31-e van, és már megint patkányragú készül. Egészen fenséges. Levesnek is kellemes. A jelenetben egyébként a Stroud családot látjuk, akiknek a lánya, vagyis Lori a suliba igyekszik. Érdekes módon ezt a Lori variánst is egy idegesítő gyerek nyaggatja, csak úgy, mint az eredetit. Úgyhogy ma erre mi suliba? Úgyhogy apám megkért. Miért? Mert be kell dobnom egy kulcsot. De miért? Mert elfogadni egy házat. Miért? Michael ez alatt hazamegy és kitanulja a parkettás szakmát. A padló alól előkerül egy kés és a régi maszk, így már komplett az outfitje. Az iskolában a Lori barátnői megbeszélik, hogy este babysitterkedni fognak. A maszkos gyilkos suli után követi Lorit, és ez kicsit sem feltűnő. A következő jelenetből pedig megtudjuk, hogy Chandler meghalt. Az ezer halott házából ismerős Sid Haig elmondja, hogy valaki egy döglött állatot tett Michael anyjának sírjára. A város fiataljai a régi Myers házba járnak kefélni, ami mondanom sem kell, hogy nem az évszázad ötlete. Szex után a bozontra hajozó srác lemegy a kocsiba sölért, majd valamiért szellemnek öltözik. De ez nem a Scooby-Doo, így itt a maszkos gaztevő nyer. Michael magára húzza a jelmezt, majd a lányjal is végez. Ezután átmegy Stroudékhoz és kinyírja a házaspárt. Lori ez alatt Tomira vigyáz, aki megkérdezi, hogy... Lori, él a zsákos ember? A bugi ember volt az. A lány kap egy telefont a barátnőjétől, aki megkéri, hogy vigyázzon már az ő által a babysitter gyerekre is, mert a pasiával, Paul-lal szeretne toszakodni. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty, O valley... A kislány, akire a szexelni vágyó babysitter vigyáz, bölcsen a The Thing from Another World című filmet nézi, mert tudja, hogy Michael megkíméli azokat, akik klasszik horrort néznek. Loomis ez alatt a sheriffet próbálja meggyőzni arról, hogy Michael Haddonfieldben van. A rendőr elbújik három lila kör mögé, de attól mi még látjuk, hogy Charles Lee Ray az a gyerekjáték filmekből. Az őrsön megbeszélik, hogy a gyilkos valószínűleg a húgáért jött vissza. Fel is hívják Stroudékat, és ebből kiderül, hogy a lányuk Lori az nem is a lányuk, hanem Michael testvére, aki annak idején túlélte a támadást. Ez alatt a csaj barátnője lepasszolja a kislányt, aztán lelép a pasiával. De Miska hamar véget vet a légyotnak. Azt mondja, ne légyott! Mikor Lori hazavinni a gyereket, felfedezi a hullákat. Kiderül, hogy a barátnője még életben van, ezért segítséget hív. Ám ekkor betámadja Michael. Lori visszamenekül Tomihoz, de a gyilkos nem állítja meg sem az ajtó, sem az útközben megérkezett rendőrök. Michael elkapja a testvérét, és viszi. És még mindig viszi. És még azután is viszi. Ez alatt a gyerekek összefutnak Loomisszal, és elmondják neki, hogy merre ment a bugi ember. Az meg sem áll a Myers házig, ahol az egy négyzetméterre jutó hullák száma igencsak meghaladja a kívánatost. A gyilkos felszeretné eleveníteni a kapcsolatot a tesójával, de mivel nem beszél, a lány félreérti a szándékait és belemártja a kést. Menekülés közben alaposan feltárják a ház műszaki állapotát, mire Michael csak annyit mond, hogy... Ezt a trágya gánymelódot! Lori beesik az üres medencébe, majd Michael és Loomis is megjelennek. A doki belereszt egy pár lövést a gyilkosba, akit persze magára hagynak regenerálódni. Ezután a lány megkérdezi, hogy... Ő volt a zsákos ember. A bugi ember. Ekkor újra támad Michael, és kezdetét veszi a boss fight. Boss fight. Boss fight.
Zsákos Miklós a doki látását vizsgálja, addig Lori bemenekül a házba. Egy kis bújócska veszi kezdetét, ami hamar fogócskába torkollik. Michael gerendát ragad, és csak nem nyugszik addig, amíg teljesen le nem bontja a házat. Bont és bont és bont. És csak bont és bont és bont. És lehetne inkább a neve, hogy Botond. Lori lepottyan a plafonról, kezében Loomis pisztolyával, de Michael megragadja és kiugrik vele az ablakon. Mikor a lány magához tér, végre meghúzza a ravaszt, de ajaj, üres a tár. Vagy mégsem. És ekkor hirtelen újra jön a főcím. Na ez meglepett. Én nem akarok kérkedni, de a patkányragum első rangú. Mit pofázol te itt? Deadly, when I slay a whole family, anything less than your death is a hell to me.